Cusleg János azt mondja, az 50 millió forintot tartalmazó szatyor állítólagos átadása előtt megállapodott Lendvai Ildikóval, Szekeres Imrével és Szilvási Györggyel. Megkerestük az érintetteket, kettejüknek a töltött káposzta és a mélyhűtött étel jutott eszébe róla, de mindhárman azt mondták, semmi igazság alapja nincs az elmondottaknak. Megkerestek, hogy lépjek vissza, állapodjunk meg, mondjam meg, mit kérek. Kik keresték meg? Többen többször. A végén megállapodtam a Lendvai, Szekeres, Szilvási trióval. Ezt állítja Cuslág János a Napi Gazdaság interjúban. Megkerestük az érintetteket, szerintük semmi igazság alapja nincs annak, amit a volt képviselő állít. Szilvási György szerint szólhat ez az egész egyszerűen csak arról, hogy Cuslág jó reklámot akar csinálni a könyvének, bár szerinte több is van-e mögött ennél. Követelményének megfelelő állításokkal nézünk most itt szembe a választási kampányban, és a kor követelményeit én azt gondolom, hogy ezt érdekei diktálják, akár szervezetten vannak a könyv mögött, akár nem. Szilvási szerint ráadásul értelmetlen is az, amit állít Cuslág, hiszen a jelölt állítás nem úgy működik, hogy egy képviselő eldönti, hogy ő indul a választáson. Neki lehetnek ilyen ambíciói, de dönteni a választmány dönt. Vagyis nem kell még elméletben sem fizetni senkinek, ha a párt nem akarja, hogy képviselő jelölt legyen. Szekeres Imrének és Lendvai Ildikónak egymástól függetlenül ételes hasonlatok jutottak eszükbe az ügyről. Ön szerint a baloldalnak mennyit tud még ártani ez az ügy? Bízom benne, hogy semmit. Eleget ártott már annak idején. Ez egy felmelegített történet. Remélem nem olyan, mint a töltött káposzta, hogy felmelegítve is jó. Ez nem jó felmelegítve. Úgy látszik, hogy szegény Cuslág János nem meggyötörte őt az élet, nem akarok nagyon rúgdosni belé. De hát úgy látszik, bent tartják egy mélyhűtőbe, és amikor kampány van, akkor 4 évenként kiolvasztják. De hát a legjobb mélyhűtőt ételnek se ilyen hosszú a szavatosság ideje. Az ellenzékét vezetője is rég lejárt múltbeli történetnek tartja a Cuslág ügyet. Én értem, hogy újra akarják játszani a 2010-es kampányt. Amikor ez egy releváns kérdés volt, ez a múlt. Teljesen világos, hogy ez egy kampány téma, a Fidesz áll mögötte. Ne vicceljen, Cuslág János, mert lassan már Kaja Ibrahimnál tartunk, hogyha így megyünk vissza az időbe, és akkor még mindig a 2000-es évek elején vagyunk. Komolytalan ez az ügy, kampány van. Ha valaki 50 millióval vádolja saját magát, hogy annyiért hajlandó volt korrumpálódni, akkor most vajon mennyit kapott a Fidesztől? Cuslág János könyve, amelyből további részletek derülhetnek ki, várhatóan a következő napokban jelenik meg.